Na, sziasztok gyerekek! Reggel van! Már túl vagyunk a zömén a pakolásnak, ugyanis holnap indulunk haza, és holnap reggel megyünk, ma viszont még lesz mozi, illetve még este mennek a meccsek, és azt nézni szeretnénk, ezért már most elkezdtünk összepakolni, bár még így is szétérjük teljesen szorva. És a legszörnyűbb az, hogy az a szörnyű dolog történt, hogy a GoPro-val vettem videókat. Most a GoPro-ban egy 8 gigás SD van, egy micro SD. És ezen a 8 gigás micro SD-n még van 700 megabájtnyi szabad hely, és a GoPro-val rendesen vettem a videókat a Vidámparkban. És nem tudom eldönteni, hogy most tele lett a tárhely és azért nem vett fel, vagy egyszerűen olyan, mintha eltűntek volna a felvételek. És nagyon remélem, hogy ha hazamegyek és megnézem gépen, akkor meglesznek. Mert rettentesen felhúztam azon magam, hogy videóztam egy csomót, és a GoPro, tudod, ilyen se szó, se beszéd, ő úgy mutatta, mintha vennék tovább a videót. Tehát ő vette a videót rendesen. De hogy hova, azt nem tudom, mert az SD kártyán nincsenek rajta. Úgyhogy most menjünk fürdeni egyet, aztán kaja, utána még pár dolgot csinálunk, aztán meg hát go majd a mozi, és aztán go haza. Úgyhogy ebben a videóban nem tudom, hogy mennyit fogok videózni, illetve a többi rész, így nem tudom, hogy fog összeállni, mert nagyon sok GoPro-s anyag, amit felvettem, az így a semmibe eltűnt, és rohadt ideges vagyok. Gyökérkét elvitte a víz. Úgyis, mint egy vadmárnak. Egy perces néma csendet kérek. Madarak! Ezek varjak mind?
Jesus Christ! Honnan jönnek ezek? Menj haza! Valamelyik a fejünkre fog szarni. Légriadó! Szardarabok potyognak az égből! Megyek, megnézem még gyökérkét utoljára. Gyökérke! Nem érdekelsz! Engem gyökérke érdekel. Hol van? Ott van. Ott úszik. Gyökérke. Jó teje, jó szolgálatot tett. Most miért nem siratjátok velem együtt gyökérkét? Mert csak te vagy olyan gyökér, hogy siratsz egy gyökeret. Na. Kemény 20 percet tud venni a kamerám. Úgyhogy gazdálkodnom kell a helyjel. De nem baj. Most indulunk a moziba, megnézzük a Hihetetlen Család 2-t. Na szóval, na, csak végigmondom már a mondandómat, szóval megyünk a Révfülöpi kerti moziba, és megnézzük a Hihetetlen Család 2-t, itt vagyok. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Én, Mátyás, Vera meg Virág, és itt van velük a kis Vera, aki egyébként... A kurva! Te normális vagy, gyerek? Hogy lehetett ez véletlen? Ide dobtad a kamerába! Te belesétáltál! Hát ne bassza meg, hát sétálok! Mi az, hogy belesétáltam? Hát te focista vagy, legalább kalkulál már bele, hogy mozognak az emberek! Idióta! Nem kalkuláltad! Menj be a budiba, zárd be magad és maradj is ott! Szóval a kisvera ír, és ez annyira nagy nevezetesség. Nem is ír, hanem sétál. Mondj már valamit angolul, Vera. Ki jön hátul? Most fiúk jöjjön. Most komolyan? Most komolyan? Érem hárult ez a nemes feladat, hogy kinyissam az ajtót. Tök menő kis recepciót rittyentettek amúgy itt össze. Ezt kell mondanom. Itt vagyunk. Valahol itt van a mozi. Itt egy játszótér, ami nagyon jól néz ki. Matyi, mutasd, hol a mozi? Megy a buli. 2 hours later. Na sziasztok. Ez azért ilyen béna ez a kamerafelvétel, mert tükörből veszem. És annyira megtetszett, hogy most így fogom elmondani a mondandómat. Hazajöttünk a moziból a Hihetetlen Család 2-t. A Hihetetlen Család 2-t néztük, szerintem jó volt amúgy. És hát elment az idő, elég késő van, és itt van minden cucc, amit össze kellett pakolni, minden, most még itt összepakolom azt a maradék cuccot, az a felfújós dolog, meg stb., meg állvány, Matyit nem viszem magammal. És ott mit keres ott az alsó gatyád? Szóval most még pakolok, aztán pedig feküdni fogunk. Tomorrow. Na, hát ki is pakoltuk a szobát. Lényeg a lényeg, hogy ki is pakoltunk már a szobából, már sehol semmi. Most pakolunk be a kocsiba, aztán indulunk haza. Úgyhogy lényegében itt már véget is ért, mert nem is nagyon tudok mit videózni, mert már konkrétan csak a hazaút van és kész. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new... Na, és mivel hogy a Balatonon nem voltak képes felvenni egy elköszönő jelenetet, így, és így is a terv szerint úgy kellett volna menni, hogy minden napra kerül egy vlog, de mivel hogy voltak egyes napok, amikor semmit nem videóztam, ráadásul a GoPro-ról pedig eltűntek a nyersanyagok, így hát így tudtam kihozni végül ezt az 5 darab videót, és itt el is szeretnék búcsúzni tőletek a Balatonon 3. évadában, ugyanis itt véget is ért ez a sorozat, jövőre pedig reméljük, hogy Bencével leforgathatunk egy viccesebb és egy kicsit izgalmasabb részt. Nem tudom, ti mennyire szeretitek a Balatonont, mert a megtekintések arányából arra kell következtetnem, hogy hát a többi videót jobban többen nézitek, mint a Balatonont valamiért, úgyhogy az Ivetűnél kérlek szavazzátok már meg, hogy egyáltalán szeretitek-e a Balatonont, illetve ezeket a vlogokat. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani, így a balatoni hétvége után jó 2 héttel, 3 héttel
Úgyhogy most szeretnék tőletek elköszönni, még jönnek, rengeteg videó jön még, amit a Balatonon felvettünk, még van a Tuzséri hétvégéről is egy videónk, úgyhogy még van egy csomó, amit majd össze fogok vágni nektek, most viszont egyelőre búcsúzom. Nem biztos, hogy meg lesz az 50 videó, nem tudom még mi lesz belőle, de mindent tőlem telhetőt megteszek. Illetve még egy dolog, ha a Balatonon első és második évadát még nem láttad volna, akkor itt fent az i-betűnél most meg tudod nézni. Szerintem érdemes, mert elég viccesekre sikerültek. Remélem ti is annyira várjátok a jövő Balatonont, mint én. A legközelebbi videóban találkozunk, addig is. Sziasztok!